Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg a te színed előtt, és az elkövetkező percekben szeretnénk megemlékezni te rólad, a te szent ügyedről, amelyet itt a földön képviselsz a te szolgáid által. Úrunk, ahogy a címünk is jelezte, neveztet romlás építőjének, ösvények megújítójának. A reformáció ezt a célt tűzte ki valamikor, és mi is szeretnénk ennek fényében és erre megemlékezve a te dolgaidra figyelni, és a te szépségedben gyönyörködni. Kérjük, legyél itt velünk, foglalj helyet a mi soraink között, és az ének hangjain keresztül vezesd a mi gondolatainkat, emeld fel a mennybe, a mennyhez, hogy lássuk annak a dicsőségét lelki szemeink előtt, és lássuk a te szépségedet, és a reformációnak, amelyet valamikor elindítottál ebben a világban, a mai napig tartó fontosságát. Köszönjük, Urunk, hogy számíthatunk a te segítségedre és a te támogatásodra mindebben. Jézusunk nevében. Amen. Az első zenei mű Wolfgang Amadeus Mozart, Laudate Dominum. A szóló résznek a szövege a Zsoltár szavait idézi vissza, 117-es Zsoltárból olvasom. Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok! Magasztaljátok őt, mind a népek! Mert nagy az ő kegyessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, mostantól fogva mindörökké. Oh,
Thank you.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit ünnepélyes reformációs megemlékezési alkalmunkon. Nevezte romlás építőjének, ösvények megújítójának. Ez tehát ugye a meghívónknak a címe. Ézsaiás könyve 58. fejezetéből való ez az idézet. Akinél van szentírás, érdemes kikeresni Ézsaiás könyve 58. fejezetének 12. versét. Egészében olvasom ezt az igeverset. Tehát még egyszer Ézsaiás könyve 58. fejezetének 12. verse. És megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Mindig helyén való az emlékezés a reformációra, de azt gondolom, hogy érdemes föltenni a kérdést, lehet, hogy esetleg felismerült bennünk, hogy azért egy nagyon régi eseményre emlékezünk. 501. évforduló van most 2018-ban. Tényleg érdemes megtenni? Tényleg érdemes a reformációra emlékezni? Tényleg érdemes újra és újra felidézni, hogy mi vezetett tulajdonképpen ehhez a mozgalomhoz? Ha megnézzük az Ószövetséget, megnézzük az Új Szövetséget, azt látjuk, hogy szinte mottóként van ott ez az ige, az Ézsaiás 58.12. Neveztetsz romlás építőjének és ösvények megújítójának. Az egész Ószövetség erről szól. Jön valaki, prófétaként, Isten nevében, és azt mondja, hogy emberek, érdemes visszatérni az igéhez. Érdemes azt az utat újra megvizsgálni, amin az Isten egyszer elindított bennünket, de aztán eltértünk róla. Vissza az igéhez. Új szövetségben ugyanezt látjuk. Jézus Krisztus szolgálata miről szólt? Vissza az Isten beszédéhez, vissza az Isten igéjéhez. Ez az ige szinte mottóként elkísér bennünket, és most, hogy ugye a reformáció 500 évnyi távolságban van tőlünk, most is érdemes feltenni a kérdést, hogy tulajdonképpen mi vezetett a reformációhoz, és egyáltalán mi történt itt. Mert persze emberi szavakkal meg tudjuk ezt valamennyire fogalmazni, de én azt mondanám, hogy emberi szavak itt kevesek. Nagyon-nagyon kevés, amit erről emberileg szó szerint el tudunk mondani. Mert nehéz helyén értékelni azt, hogy Luther és a társai akár külföldön, akár itt Magyarországon miből is emelték ki a kereszténységet. Honnan is emelték ki, és aztán hova vezették ezt a mozgalmat. Óriási szükség volt a reformációra, óriási szükség volt rá azért, mert az az ösvény, amin elindult a kereszténység, vagy ami úttá terebélyesedett, az már rég nem az volt, sok-sok ideje már, sok-sok évszázada már, amin az Isten valaha elindította ezt a mozgalmat. Érdemes tehát ezt átgondolni, és érdemes Luther élete kapcsán átgondolni. Nem szeretnék az életművéről beszélni, én igazából egyetlen levélről szeretnék beszélni, és ezen a levélen belül egyetlen igeversről, vagy mondjuk kettőről. Egy olyan levélről a Bibliában, egy olyan könyvről, ami Luthernek nagyon-nagyon a szívéhez nőtt. Lehet, hogyha föltenném a kérdést, hogy melyik volt ez a levél, akkor talán kevesen tudnák erre a választ, mert lehet, hogy rögtön a római levélre gondolnánk. Ugye? Ez volt az a levél, amiből Luther szinte a legtöbbet meríti a hitáltali megigazulás gondolatát. De azt mondja, hogy van egy levél, amire azt tudom mondani, hogy az én levelem, ami iránt úgy érzek, mintha a hitvesem lenne. Ez az én Katarinám, mondja erre a levélre. És ez nem a római levél. Ez nem a római levél, hanem ennek szinte az eszenciája, hogy lehet még rövidebben megfogalmazni, még inkább átütő erővel szinte megfogalmazni a hitáltali megigazulás. A római levél is átütő erejű, de szép fokozatosan, szisztematikusan kifejti ezt a kérdést. De ami hangütésében elképesztően határozott, és szinte felrázó erővel, megrázó erővel bír, ez nem más, mint a Galata levél. Az a Galata levél, aminek a néhány fejezete tulajdonképpen ezt a témát helyezi a középpontba, a hitáltali megigazulás témáját. Csak zárójelben tenném hozzá, hogy minden bizonnyal ez az első levele egyébként Pál apostolnak időrendben, ha kronológiailag tekintjük. Ez tehát az a levél, amire azt mondja Luther, hogy ez az én levelem. Úgy érzek iránta, mintha a hitvesem lenne.
És ebből a levélből egyetlen gondolatot fogunk kiemelni, egyetlen igeverset, az 5. fejezet első versét, és ehhez olyan gondolatokat szeretnék fűzni, ami egy nemrég megjelent könyvből való. Fel is mutatnám Luther Galata kommentárja tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról. Főiskolánk, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola egyik oktatója, Csabai Tamás gondozásában jelent meg a könyv, az ő kiadója gondozásában, és nem lehet szavakkal eléggé értékelni ezt a kötetet. Az 5. fejezet első versét olvasom tehát a Galata levélből, és aztán megnézzük Luthernek néhány gondolatát, hogy mit fűz ehhez. Tehát 5. fejezet első verse. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaság igájával. Azt mondja tehát az ige, hogy amelyre minket Krisztus megszabadított. Hogyan beszél erről Luther, erről a bizonyos valódi szabadságról? Ezt írja. Pál egy sokkal jobb szabadságról szól. Arról, amelyre nem az anyagi világ gúzsaitól, nem a babiloni fogságból, nem a törökök elnyomásától, hanem Isten örökké tartó haragjától. Krisztus megszabadított minket. Hol van-e szabadság? A lelkiismeretben. Lelkiismeretünk szabad és békességes, mert nem kell immár félnie Isten haragjától. Ez valódi szabadság, melyhez képest említés sem érdemel bármely más szabadság. Létezik-e méltó emberi szó arra a jó téteményre, amely akkor ér el az emberhez, amikor szívből érzi annak bizonyosságát, hogy Isten soha többé nem haragszik rá, hanem Krisztusért kiterjesztette rá örökké való irgalmasságát. Csak ugyan csodálatos szabadság a mindenható Istent, barátunknak és atyánknak tudni, aki védelmez, megtart és üdvözít minket, úgy e földi, mint az eljövendő életben. Azt mondja tehát Luther, eddig az idézet a 166. oldalról, lelkiismeretünkben valódi szabadságot nyerhetünk. Nagyon fontos egyébként a többi szabadság is, kétségtelen. Luther azt mondja, hogy ez a legfontosabb, mindennél fontosabb. De ez a lelkiismereti szabadság, amikor átérzi az ember igazán azt, hogy ő szabad, és nem kell félnie. Szóval ezek azok a gondolatok, amire azt lehet mondani, hogy igen, emberi szavakkal mondunk valamit, megszólalhatunk valamit. De ezt fölmérni annak hátterén, hogy mit élt át a kereszténység eddig a pontig, mit éltek át hívők, micsoda félelmeket éltek át, micsoda rettegést éltek át az Istentől, és ehhez képest jön egy Luther, aki azt mondja, hogy nem, emberek, ne rettegjetek, ne féljetek, hát Krisztusban irgalmasságot lehet nyerni. Hát ott van a megváltó áldozatra, hogyha tekintetek, ott van a szabadítás, ott van a valódi szabadságnak a kulcsa. Tehát ezeket nem lehet igazán a helyén értékelni, hogy miről is beszél itt Luther. Azt mondja, csak ugyan csodálatos szabadság a mindenható Isten barátunknak és atyánknak tudni, aki védelmez, megtart és üdvözít minket, úgy a földi, mint az eljövendő életben. Gondoljunk ebbe bele, rengeteg hívő ember élte át a félelmet. Generációk élték át a félelmet. Ez határozta meg a hétköznapjaikat. Ez határozta meg a gyülekezeti életünket, életüket a templomba, amikor elmentek. A prédikációkat, amikor hallgatták. Már amikor hallgatták. Úgy értem, már amikor megértették, mert ugye latinul szóltak a prédikációk. Mindaz, ami volt, az generációkon keresztül átível, és ugye, ha belegondolunk a középkorba, ha valaki hűséges volt az egyházhoz, az is félt. De ha valaki nem volt hűséges az egyházhoz, az is félt. Félelem és félelem között lehetett választani. Félt azért, mert rettegett az Istentől, félt azért, mert nem engedelmeskedik az egyház előírásainak. Hát most akkor melyiket válassza az ember? Van jobb út? Van valami olyan, amiben lehet kapaszkodni? Pont ez a rettegés az, amit Luther átélt. Pont ez az, amit nem lehet szinte szavakkal kifejezni, hogy mennyire gyötrődött emiatt. Ő akart, minden áron jó akart lenni. Ez volt szíve minden vágya, hogy ő az Isten szeretetét valamilyen módon, vagy az Isten megbecsülését, elfogadását elnyerje. De azzal a rengeteg mennyiségű félelemmel ez szinte lehetetlennek tetszett neki. Nézzük tovább.
Mit ír még a félelmek típusairól Luther ennél az igeversnél? Lelkiismeretünket arra kell edzenünk, hogy bízza magát a Krisztus által megszerzett szabadságunkra. Habár a törvénytől való félelem, a bűn miatti szorongás, a haláltól való rettegés időről időre ostrom alá vesznek, tudjuk, hogy ezek az érzések nem keríthetnek hatalmukba sokáig, hiszen a próféta is így idézi Istent: haragom föllángolásában egy pillanatra elrejtettem előled arcodat, de most örök irgalommal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó urad. Ézsaiás könyve 54. fejezetből való az idézet, figyeljünk jól, abból az 54. fejezetből, tehát ahonnan az alapigét idéztük. És a szabadságot annál inkább megbecsüljük, mennél inkább szem előtt tartjuk, hogy Jézus Krisztus, Isten fia szerezte meg nekünk vére árán. Eddig az idézet. Azt mondja tehát, hogy igen, félünk. Én is féltem, mondja Luther. Mitől féltünk? 1. Törvénytől való félelem. 2. Bűn miatti szorongás. 3. Haláltól való rettegés. Ez az a három típusú félelem, ami szinte béklyóba tudja kötni az ember gondolkodását. Vagy a törvény miatt fél, vagy azért fél, mert a bűn annyira eluralkodott az életén, hogy amiatt szorong, a kettő ugye összekapcsolódik, vagy a halál miatt retteg. A három is összekapcsolódhat. Mivel vétkes vagyok, ezért el fogok kárhozni. Mivel vétkes vagyok, az Isten haraggal tekint rám. Mivel haraggal tekint rám, sehol nem lehetek irgalmat. Tehát ez az a gondolatmenet, azt mondja, ami a végsőkig jellemzi az embert. Ne felejtsük el, 1500-as években vagyunk. A Galata kommentárt Luther 1531-ben adja ki, akkor, amikor a reformáció már igen-igen előre haladott állapotban volt, tanítást adott Luther a Galata levélről, és ezt írta le aztán egy hatalmas műben, ebből lett a Galata kommentár. De hogy ettől megszabaduljunk ezektől a félelmektől, azt mondja, ennek végtelenül drága ára volt. A szabadságot annál inkább megbecsüljük, mennél inkább szem előtt tartjuk, hogy Jézus Krisztus, Isten fia szerezte meg nekünk vére árán. Egyébként ez döbbenetes dolog, olyan dologról beszél Luther, ami teljesen kézzelfogható, teljesen kézenfekvő, teljesen természetes. Hát egy keresztény a kereszténységen belül mi másról beszélne, mi mást állítana középpontba, mint Jézus Krisztust és az ő áldozatát. De itt jön a csavar a történetben, hogy a római egyház is Jézus Krisztust állítja a középpontba, és Jézus Krisztus áldozatát, csak hogyan? Nagyon nem mindegy, hogy hogyan. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megszerezte nekünk vére árán ezt a szabadságot. Ezt a szabadságot. Tehát új utat nyit meg az ember előtt. Itt nem valami olyasmiről van szó, ami valami szokványos, ami az eddigi gondolatmenet szerint megy. Nem, itt valami teljesen újról beszél Luther. Hogy amit az egyház eddig képviselt, ahhoz képest a Bibliában mást olvasok, szabadságról olvasok. Hát a Galata 5.1, hát erről szól, azt mondja, annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított. Mikor beszélt Róma? Maradjunk a múltnál. Mikor beszélt Róma a szabadságról? Hát tele van erőszakkal a történelem, tele van erőszakkal az egyház történelem. Szinte erre lehet felfűzni az egészet. És Luther valamit felfedez. Döbbenetes egyébként, hogy egyetlen igeversről beszélünk. Egy igeversnek a feléről beszélünk. És ha ezt az egyet úgy megvilágítja Luther, ahogy itt láthatjuk a kommentárjában, akkor valami új nyílik meg az ember előtt. Menjünk tovább. Ahhoz a szakaszhoz is fűz kommentárt, ami az első vers második része, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Ezt írja. E szakaszban Pál újra csepülni kezdi azt a veszedelmes nézetet, miszerint a törvény megigazíthatja az embert Isten előtt. Azt a felfogást, amely oly mélyen gyökerezik az emberi észben. Az emberek annyira beleélik magukat e gondolatba, hogy szer fölött nehéz észhez téríteni őket. Pál az iga elé fogott ökörhöz hasonlítja a törvény által megigazulni vágyókat, mint az ökör, amely egész állónap a terhét vonja, majd estelente poros utak mentén legelészget, hogy legvégül, amidőn nem bírja tovább az igavonást, levágásra jelöljék meg, úgy azok is, akik a törvény által keresnek megigazulást, a szolgasság igájába hajtják magukat, hogy majd az akkorba érbe a törvény szolgálatától megtörten elvegyék örök jussukat, Isten haragját és örök gyötrelmet.
Nem harmadrangú tárgyról értekezünk ám. A kérdés tétje örök szabadság vagy örök szolgaság. Ahogy az Isten haragjától való megszabadulás Krisztus irgalmas szolgálata által nem mulandó jótétemény, hanem örök áldás, úgy a törvény igája nem ideiglenes, hanem örökké tartó szívfájdalom. Eddig az idézet. Azt mondja tehát, hogy az embereket, ugye drasztikusan fogalmaz, Luthertől ezt megszokhattuk egyébként, tehát ő mindig nagyon nyersen, megszólító erővel tudja megragadni a tárgyát. Azt mondja, az embereket észhez kell téríteni. Észhez kell téríteni. Ez nagyon nem könnyű dolog. Miért? Azért, mert a vallások egyszerűen olyan módon vannak, vagy voltak kialakítva, de nyugodtan beszélhetünk jelen időben is, olyan módon épülnek fel. Olyan dologra épülnek, aminek az alapja az üzleti viszony. Adok valamit, hogy adj. Régi római mondás egyébként, felkiáltó jellel jelezném, tehát római mondás, do ut des, adok, hogy adj. Adok szertartást, adok anyagi javakat, adok szolgálatot, cserébe elvárom, hogy. A vallások általában így épülnek föl. És azért döbbenetes ez, mert Luther rámutat erre, hogy ennek a világon semmi alapja, ha az igét olvasom. Cselekedetek által lehetne megigazolni. Hát hogy képzeli ezt az ember? Hogy juthat el ilyen gondolatra? Hát miért nem az alapoknál kezdni? Miért nem ugye annál kezdi, hogy a törvény önmagában nem igazíthat meg az Isten előtt? Persze, ha felületesen olvassa az ember, akkor az Ószövetségből is mit talál meg? A törvényt, a törvény cselekedeteit, és akkor milyen törvényeket kell nekem betartanom? De ez a felszín, ennek még van mélyebb rétege. Hát miért nem ásunk még mélyebbre? Azt mondja, az embereket észhez kell téríteni. Hát az ige elé fogott ökörhöz hasonlók azok, akik a törvény által megigazulni vágynak. És mi ennek a vége? Szolgálják a törvényt egész életükben, és hogy aztán elveszik örök jussukat, Isten haragját és az örök gyötrelmet. Azért, mert nem jutnak el igazán a megértésre. Bármilyen nemes is valakinek a szándéka, de iszonyú félreértésben élheti az életét ebben a tekintetben. Azt mondja Luther, örök szabadság vagy örök szolgaság. Ha a szabadságról beszélünk, ott nincs üzleti viszony. Ott nincs az, hogy én adok valamit az Istennek és elvárom, hogy nem. Ott arról van szó, hogy elfogadom, hogy az Isten mit tett értem. Ezt egyáltalán nem könnyű megtenni egyébként. Sokszor barátságban is nehéz elfogadni. De az Isten-ember viszonyban is nehéz elfogadni, pedig hát mit tegyünk? Isten előbb adta az ő életét értünk a fia személyében, előbb cselekedett, előbb keresett meg bennünket. Ne helyezzük magunkat annyira magas polcra, hogy azt mondjuk, hogy majd én valamit teszek, majd én valamit cselekszek. Végzetes félreértés, azt mondja Luther. Egy dolgot még hadd emeljek ki ebből a szakaszból, ezt már a második vershez teszi hozzá Luther, hogy hogyan tekintek közben azokra, akik még nem jutottak el erre a felismerésre? Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, mert ugye akármennyire is sokszor tenyeres talpas volt Luther, mert hát kétségtelenül nagyon, nagyon határozottan tudott fogalmazni. De mégis, ahogy megközelíti ezt az egészet, érzékelteti a téma drámaiságát, de közben különleges módon gesztust is tesz azok felé, akik még nem jutottak el ezekre a gondolatokra. Nézzük tehát ezt. Ezt írja. E szakasz, és mondom a második vershez fűzi már ezt a gondolatot, íme én Pál mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ néktek. És ugye ehhez kapcsolódik, hogy álljatok meg a szabadságban, amelyre Krisztus bennünket vagy minket megszabadított. Ezt írja Luther. Ez szakasz a vádbeszéd az egész pápaság ellen. Az összes pap, szerzetes és apáca, és én itt a legjobbakról beszélek, akiknél az üdvösség reménye a cselekedeteken, és nem Krisztuson nyugszik, lévén haragvó bírónak tekintik őt. Egyként magukra vehetik ez ítéletet, miszerint Krisztus nekik semmit sem használ. Ha az ember a saját erőfeszítései által is kiérdemelheti a bűnök bocsánatát és az örök életet, vajon mi végre született Krisztus? Mi értelme volt szenvedésének, halálának, feltámadásának, a bűn, a halál és az ördög feletti győzelmének, ha az emberek a saját erejükkel is felülkerekedhetnek a gonoszokon?
Nyelv ki nem fejezheti, szív fel nem foghatja, mély borzalmas így megfosztani Krisztust az érdemeitől. Kőnél, ércnél is keményebb a szíve annak az embernek, akit a meggondolások sem indítanak arra, hogy hagyja el a törvényt, és a saját cselekedeteiben való bizakodást a Krisztusban való szabadságért. Elképesztő egyébként a szakasz dinamikája, tehát ahogy egyre építkezik, ahogy egyre erőteljesebb, ahogy egyre hangsúlyosabb lesz a kifejtés. De figyeljük meg jól, hogyan kezdődik a kifejtés. Mert igen, azt mondja, hogy kőnél és érsznél is keményebb a szíve annak, akik e meggondolások nem indítanak arra, hogy hagyja el a törvényt és a cselekedeteiben való bizakodást. Honnan indultunk? Azt mondja, az összes pap, szerzetes és apáca, és én itt a legjobbakról beszélek, akiknél az üdvösség reménye a cselekedeteken és nem Krisztuson nyugszik, stb. És én itt a legjobbakról beszélek, a legjobbakról. Tehát azt mondja, hogy igen, végzetes félreértésben vannak. Szeretném őket megszólítani, szeretném ezt a tárgyat igazán eléjük tárni. Végzetes félreértés, és bizonyos szempontból a legjobbak, mert jóra igyekeznek, mert nagyon sokat meg akarnak tenni. Hát ő maga is ilyen volt. Ő maga is egy olyan ember, aki szerzetesként a lehető legjobb akart lenni. Ne felejtsük el, hogy miért. Azért, mert félt, rettegett az Istentől. De ettől még a szándék valahol nemes. Nagyon is nemes. A legjobb akarok lenni. Az Istenhez akarok tartozni. Az ő útját akarom követni. Azt mondja, igen, és ez vádbeszéd a pápaság ellen, kétségtelenül. Vádbeszéd a rómaiság, a római egyház ellen, mert pontosan tudja, hogy honnan kell nekik kijönni. De közben Krisztusra irányítja a figyelmet. Neki van, csak neki van olyan hatalma, olyan ereje, ami ezeket a falakat át tudja törni. Mi a helyzet közben a cselekedetekkel? Erről is szóljunk néhány szót, mert nehogy azt gondoljuk, hogy akkor, amikor hitáltali megigazolásról beszélünk, akkor Luther elfeledkezik a cselekedetekről. Dehogy feledkezik el. Persze, erre irányítja a figyelmet, kétségtelen. De rendkívül szép, ahogy ír Spalatinnak egy levelében, 1516-os levél egyébként, tehát ez még a reformáció kirobbanása előtti levél, 17, ugye október 31, de ez 16-os levél. Ezt írja, az utolsó idézet következik. A törvény vagy a cselekedetek igazsága tehát egyáltalán nem csak a szertartások teljesítésében áll, hanem az egész 10 parancsolat betartásában. Ami ha Krisztus nélkül történik, még ha az emberek szemében Fabriciuszokká és Regulusokká és a legkiválóbb jellemekké tenne is, mégsem terem több igazságot, mint a berkenye fügét. Fabricius és Regulus, két római hadvezér az időszámításunk előtti 3. századból, és belőlük formálták a megvesztegethetetlenség erkölcsi példaképét, tehát kifejezetten nagyszerű emberekről van szó. Aztán így folytatja, mert téved Arisztotelész, hogy igazat cselekedve lennénk igazakká, legfeljebb a látszat szerint. Épp ellenkezőleg, hogy így mondjam, igazakká válva és igazak lévén cselekszünk igazat. Előbb változik meg a személy, csak azután a cselekedetei. Előbb nyer tetszést Ábel, és csak azután az ajándékai, utalás 1 Mózes 4.4-re. Azt mondja tehát, hogy először igazzá válunk, és utána jöhetnek az igaz cselekedetek. Először a hitáltali megigazulás tulajdonított része, és azután pedig a részesítés, azután pedig a cselekedetek. 16-ban is tökéletesen látja már. Egész életművét erre építi föl. Erre a nagyon-nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű talapzatra. Kedves hallgatók, hamarosan fel fog hangozni egy olyan mű, Thomas Tallisnak a műve, ami János evangéliuma egy igéjére épül a 14. fejezetből. János evangéliuma 14. fejezetéből a 15. és a 16. vers a következőképpen hangzik. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Angolul fog majd felhangozni egyébként ez a mű. Azt mondja tehát Jézus Krisztus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Luther ragaszkodik az igéhez, ragaszkodott az igéhez. Miről ír ebben a szakaszban? Azt mondja, hogy igen, nekünk kötelességünk a parancsolatokat megtartani. Kötelességünk az egész 10 parancsolatot megtartani. Csak az alapot, azt ne felejtsük el soha. Hit által.
nem saját erőnkből, nem a cselekedetekre koncentrálva, nem azt helyezve előtérbe, nem üzleti viszony, hogy majd én adok valamit az Istennek és cserébe elvárom, nem. Ez az egész a hit alapzatán nyugszik. Hogy is fogalmaz ez az ige? Ha engem szerettek. Na ezért is kincs egyébként a reformáció. Ezért kincs többek között, mert Luther ezt találta meg. Hát végre egy szerethető Isten, egy olyas valaki, akihez tudok ragaszkodni, tudok kötődni, nem félek tőle, hanem olyas valaki, akivel jó kapcsolatot ápolni. És azt mondja, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Mert ugye ez a különleges és ez a nagyon szép ebben a két igében, hogy Jézus itt maga megmutatja, nem áll meg itt, hogy ember, tartsd meg a parancsolatokat. Önmagában állna, és olyan féloldalas lenne ez a felszólítás, hogyha pusztán itt megakadna ez a beszéd. Nem, a búcsú beszédek itt nem akadnak meg. Azt mondja, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ha nem sikerül ez a megtartás, ha bukdácsolunk, ha küzdelmeink vannak, ki a Szentlélek? Vigasztaló. Akkor van vigasztalótok, van segítségetek, van olyan, aki segít a következő lépésben. Lehet, hogy most elestél, de akkor nincs olyan, akihez lehet fordulni. Lehet, hogy harmadjára vagy negyedjére estél el. Nincs olyan, akihez lehet fordulni, és őt kérni, hogy segítsen ezen az úton. Ösvények megújítója. Kedves hallgatók, záró gondolatként visszakanyarodni szeretnék Ézsaiás könyve 58. fejezetéhez. Azt mondja, hogy neveztetsz ösvények megújítójának, romlás építőjének. Ezt a romlást szavakkal, ahogy említettem is, nehéz érzékeltetni. Nagyon drasztikus kifejezés következik, de ne menjünk el szó nélkül egy olyan vers mellett, ami a reformációról szóló legnagyobb vers, a legnagyobb magyar vers, magyar földön legalábbis a legnagyobb. Egy olyan vers, akinek a szerzője református kötődésű volt, I.S. Juláról van szó, és 1946-ban ő elmehetett Genfbe, és a reformáció genfi emlékműve előtt egy egészen különleges verset írt. Nincs erre időnk, hogy ezt felidézzük teljes egészében, hatalmas, monumentális alkotás, több perc lenne ezt már csak felolvasni is, de I.S. használ egy nagyon drasztikus kifejezést, hogy honnan is emelte föl a kereszténység ügyét a reformáció. Azt mondja, közel voltunk ahhoz, hogy a hit elhaljon a római mocsokban. Tehát azt mondja, a hit elhal a római mocsokban. És azt mondja, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszme s világ, amerre a tiarás templom kufár vezeti. Tiarás templom kufár, ugye maga a pápa. Azt mondja, ha minden ugyanúgy maradt volna, óriási kérdéseket vett föl egyébként I.S., mert azt mondja, hogy hát ez óriási harccal járt. Hát micsoda küzdelemmel járt a reformáció. De ha ez nincs, ha Luther meghátrál, ha Calvin meghátrál, és így tovább lehet sorolni a reformátorokat, akkor mi történt volna? A magyarsággal például mi történt volna? Ezt a kérdést is fölveszi. Azt mondja, hogy hiszed, hogy lenne olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin és nincs a reformáció? Azt mondja, nem hiszem. Olyan, amilyen magyarság, döbbenetes egyébként ez a kifejezése I.S.-nek, de nagyon jól ragadja meg a lényeget. A római mocsokból felemeli a kereszténység ügyét. Idézek, ő is idéz egyébként, tehát ezt idézőjelbe teszi ezt a gondolatot. A Reformáció genfi emlékműve előtt című versében. Ezért lehet nagyon értékelni a reformációt, és ha az ember fölteszi azt a kérdést, záró kérdésként, költői kérdésként, hogy vajon rendben vannak-e ezek a dolgok a kereszténységben ma, így 501 évvel a reformáció kezdete után, akkor azt hiszem egyértelműen a válasz magunknak mindannyian megadhatjuk, hogy nincsenek rendben. Tehát ezek még mindig nincsenek tisztázva, és emberek még nagyon-nagyon sokan élnek félreértésben. Ezért kell emlékeznünk a reformációra. Ezért kell újra és újra átgondolnunk, hogy micsoda hatalmas dolgot is cselekedett az Isten, Luther és a többi társai által. Amen.
A következő Palesztrina kórusmű a 42. Zsoltár második versét énekli meg. Így hangzik. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Thank you.
Thomas Tallis művét, If ye love me, ezt hallottuk az előbb már az előadásban is, János evangéliumának 14. fejezetéből olvasom. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Also hat Gott die Welt geliebt. Ebben az énekműben János evangéliuma 3. fejezetének 16. versét énekeljük meg. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Oh,
Kedves vendégeink, ünnepélyes megemlékezésünk és egyházzenei hangversenyünk a végéhez ért. Búcsúzóul egy kérdést szeretnék feltenni mindannyiunk számára, egy költői kérdést. Sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Így olvassuk Ézsaiás proféta 60. fejezetében. És ebbe a sötét éjszakába, ennek a sötét éjszakának a csendjébe csattantak fel képletesen Luther kalapácsütései, amelyeket a wittenbergi vártemplom kapujára sújtott. Azért képletes, mert nem ezek ébresztették fel a világot, hanem az ige, amelyet ő az emberek elé tárt. És mindez már történelem, de tudjuk, ha magunk köré nézünk, látjuk, hogy a világ ugyanilyen sötétségben van, és még nagyobb sötétség felé halad lelki értelemben. És a kérdés a következő. Vajon lesznek-e, és kik lesznek azok, akik ebben a sötétségben, ennek a sötét éjszakának a csöndjében majd újra kézbe veszik azt a képletes kalapácsot, és felébresztik még egyszer utoljára ezt a világot? Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy feltekinthetünk megváltónkra, Jézus Krisztusra, és köszönjük, hogy láthatjuk azt a művet, amit ő véghez vitt, nem csak akkor, amikor itt járt közöttünk, és az életét adta értünk, hanem azt is láthatjuk, hogy a történelemben, egyház történelemben hogyan, miként próbálja élezgetni mindazt, amit te a te igédben megörökítettél emberek által. Köszönjük Istenünk, hogy voltak olyan emberek a történelemben, akik fölemelték a te beszédedet, és köszönjük, hogy a maga helyére állították. Köszönjük azt a gondoskodást, amivel vagy a te beszéded iránt, hogy bármekkora sötétség is legyen a világunkban, de mindig gondoskodsz arról, hogy a te igéd fényesen ragyogjon. Kérünk, segíts ebben gyönyörködni, segíts ebben erre úgy tekinteni, mint ami életünk vezérlő elve, és segíts, hogy megérthessük, hogy mi is az a valódi szabadság, amit te Krisztusban nekünk ajándékoztál. Köszönjük mindezt neked. Jézus Krisztus nevében adunk mindezért hálát. Amen.